Városi közgyűlés napirenden a 2011-es költségvetés. A közgyűlés MSZP frakciója szerint Nyíregyháza költségvetése nem csak a megszorítások, hanem az ellehetetlenülés költségvetése is. Sötét jövőt rajzol azoknak a civil szervezeteknek, egyesületeknek és intézményeknek, amelyek az elmúlt években magas szintű munkát végeztek a városban. A költségvetés számos ponton nagyon komoly visszalépést jelent, az intézményrendszer működtetésére fordított forrásokban is. Aggódva figyeljük azt, hogy a tartalékba helyezett pénz az mennyire lesz elég, szerintünk nem lesz elég. Az intézményrendszer biztonságos és a szakfeladatok ellátásának az elvégzéséhez szükséges forrásokra, és hát egyszerűen a sporttámogatásokban, a nem kötelező feladatokban, a kulturális rendszer támogatásában gyakorlatilag az éhenhaláshoz is kevés forrást biztosít ez a költségvetés, amellett, hogy nem látjuk, hogy miért vannak ott benne olyan homályos és szerintünk presztízs célokat szolgáló beruházási összegek előirányozva, amelyek a későbbiekben sok százmillió forintos többletköltséget vagy terhet jelenthetnek az önkormányzatnak.